tisztelettel köszöntöm a Csetényi Sportegyesület játékosait, vezetőit. Külön köszöntöm Horváth Lászlóné Margitot, a megyei sporthivatal munkatársát. Köszöntöm Albert Mihály polgármester, a Csetényi község előjáróját. A mai díjkiosztón képzárunk alkalmából. Engedjétek meg, hogy egy rövid értékelést adjak a 2006-2007-es megye másosztályi bajnokságról. A 2006-2007-es bajnoki szezonban a Csetényese megyei másosztály keleti csoportjában vitt a mérkőzéseit, úgy gondolom, hogy rendkívül erős mezőnyben. A bajnokság első felében, az első ellen hazai vereség után a csapat 9-szer tudott Zinorban nyerni, így győztel a harmadik helyen zártunk. Egy hosszú sok edzőmeccsel tüzdelt felkészülés után vágtunk neki a tavaszi szezonnak, bízva a minél jobb folytatásban. Sajnos a tavasz folyamán több játékosunk sérüléssel bajlódott, így néhány gyengén mérkőzés is becsúszott. Küzdőszerepben viszont kitűnő vizsgálat a csapat. Ugyanis több alkalommal vesztett tálásból tudtunk pontot vagy pontokat szerezni. Egy gólnál nagyobb arányú vereségre az egész bajnokság során nem szenvedtünk, kivétel a Veszprém elleni mérkőzések. Így a 2006-2007-es idényben izgalmas végjátékban második helyen zárt csapatunk. 15 győzelemmel, 1 döntetlennel, 8 vereséggel, 67 mezőnyös gólarányjal, 46 ponton. A Veszprémet leszámítva, mi rúgtuk a bajnokságban a legtöbb gólt, házi gólkirályunk Kelemen Tamás 22 találattal, aki a keleti csoportban a második legtöbb gólt szerezte. Olyan csapatokat utasítottunk magunk mögé, mint az Irc, Felsős, Alsős csapatok. Mindezt a megyeszékhely csapat tudott megelőzni bennünket, de mint tudjuk, ez más kategória a veszprémi csapat. Gratulálok a csapatnak ehhez a rendkívül szép eredményhez. Köszönöm a játékosoknak, Kerde János edzőnek, vezetőknek, rendezőknek az egész éves munkát. Köszönöm Csetény község polgármesterének, képviselőtestületének, Varga Zoltán volt elnök úrnak, mindenkinek, akinek bármilyen módon része volt a siker elérésében, bízva abban, hogy a kitartó munka eredményeként még sok örömet szerzünk egymásnak, szurkolóinknak és községünknek. Összegzésül elmondhatjuk, bajnokság elérte célját, jó közösség alakult, közösségünket kiszolgáltuk, a csapat jól és eredményesen szerepelt. Hát röviden ennyit szerettem volna a 2006-2007-es bajnokságról Dióhéjban. A jövővel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a versenykírást megkaptuk. A bajnokság augusztus 18-án indul. Melyik osztályban? A megye más osztályban. Valószínűség az jövő zenéje még, hogy pontosan a Csetényi mese megye más osztályban, illetve a felkérdés kerül a sor, akkor a megye első osztályban tud indulni. Ez még nyílt a dolog. Edzőmérkőzések, hogy három le van, jövőt illetően továbbá. Három edzőmérkőzésünk le van kötve, jövő héten kezdeni Dudarral. Ugye falun akkor a Mór elejátszanánk 17 óra 30-kor, és augusztus 5 az Ircával lekötve többi mérkőzések folyamatban vannak lekötések, előkészületek. Csetényese Horváth Lászlóné Margit közreműködésével, ami nagy segítség volt számunkra, egy pályázaton 150 forintot nyert el, ezúttal is köszönjük Margitnak a közvetlen segítségét. Továbbá meg szeretném köszönni a mai díjkiosztónk, évszáró díjkiosztónkon támogatott, akik támogatásokkal viszonyítják a lebonyolítást. Polgármester urat, önkormányzatot,
a Szkóg Györgyöt, falusi, faludi urat, falud Zoltán és Rabbani Mihályt. Köszönjük a segítségüket! Ismertem a tovább rendet, az éremáltalás után lenne a vacsora, azt követően a felnőtt csapatnak lenne egy megbeszélés, a beszélgetés a vacsora után lenne. Találkoztunk Dibi csapattal, találkoztunk, és ott értékeltük az elmúlt szezont, itt nem kívántam különösen értékelésben bocsátkozni. Értékeltük 4 órakor, és bemutattuk a évek, a felkértük, a új edzővel dolgoznak a további, a Nagy László személyében. És sok sikert kívánok a Lacinak a munkájához. Én ennyit szerettem volna, hogy köszönöm a figyelmeteket, és megkérdezném, hogy miért az éneket felkérném a polgármester úr, az éremáttalás segítkezzen. Megkérdezném, hogy kinek van esetleg valami hozzáfűzni, vagy véleménye, vagy hozzászólás esetleg. Jó, mennyire nincs, akkor Magi, parancsolják. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy gratulálok a csapatnak a második helyezéshez. A megye egyes lehetőséget nagyon-nagyon fontolja meg a lehetőség a csapat. A megye egy az már azért egy kicsikét keményebb. Már kedden fog előni, hogy felajánlják vagy nem ajánlják lesz Csepénynek. Kedden hozza meg az MLS azt a döntést, hogy a Veszprém mehet el, de MB3-ba vagy nem mehet. Én kedden a 4 óra magasságában fogok karcsinaszolni, hogy mit tudok. Szóval én nagyon kérem a csapatot is, a vezetőséget is, hogy nagyon-nagyon fontolják meg, mert én úgy gondolom Csepénynek van egy nagyon jó támogatottsága a nézők részéről, de ezek a nézők nagyon szeretik, ha a Csepény csapat győz. És nagyon hálátlanok tudnak lenni, mikor a csapat nem azt hozza, amit ők elvárnak. És én féltelek benneteket ettől. Én szeretném, hogyha a csapatnak ez a Megye 2-ben megkezdett jó sorozat még megerősödne. Én úgy gondolom, hogy még van azért itt tennivaló a fejekben, ott még nagyon-nagyon rendet kell tenni, és igaz, hogy kialakult egy nagyon jó csapat, amiért tényleg nagyon gratulálok az egész csapatnak és az edzőnek. Tehát biztos, hogy még erősíteni kell a Megye 1-hez. Megye 1-hez anyagilag is biztos, hogy nagyobb igény van, hisz azért a Megye 1-ben a távolságok már nagyobbak. Ennek ellenére a döntés, akármit hoztok, azért gondolom a község, vagy akármit hoz a vezetés, illetve a csapat, a község biztos, hogy támogatni fogja. És én az a döntéshez nagyon-nagyon jó hozzáállást, nagyon jó kitartást, és hát sikereket kívánok az elkövetkező időszakra. Még annyit szeretnék elmondani ehhez a pályázathoz, az öltözőnek a felújításához sikerült kicsikarni, és úgy tudom, hogy kaptok labdákat is az eszközbeszerzésbe, edzési, és hát ez az a támogatás, hogy edzőlabdákat fogtok kapni, ez egy eszközbeszerzési pályázat volt, és én megígértem Kacsinak, illetve Pannak azt is, hogy a veselényi pályázat elkészítésénél, illetve ott a kuratóriumnál is egy kis protekciót megpróbálunk segíteni, hogy még jobb legyen a lehetőség a csapatnak, de a csapat is úgy álljon akkor hozzá, hogy az elmesség, illetve a lehetőségnek tesz, és nagyon-nagyon jó pihenést kívánok, és a következő szezonra pedig nagyon sok sikert. Köszönöm szépen! Köszönjük a Margit hozzászólását, és még egyszer megköszönném a közbejárását ahhoz, hogy sikeresen pályáztunk meg az öltöző felújításnak. Itt elnyertünk szalagmedelkodat, illetve egy másik pályában labdát, amit labdákat kapunk. Én köszönöm az Intelmet a csapat nevében. Én azt érzem, azt gondolom, hogy a csapat ilyen erős, mentálisan egységes rég volt Csepényben. Nem is emlékszem egyébként, hogy hasonló jó tulajdonságokkal
csapat rendelkezett volna az utóbbi több évvel, évtizedben, nem emlékszem rá. Úgyhogy de köszönjük szépen, pici finomításokkal, én azt mondom, azt gondolom, azt gondoljuk vezetők, edzővel kavőzve, hogy ez a csapat képes nagyobb feladatok és elvégzésére. Munkával szerintem meg lehet oldani mindent. Hogy nem itt szerettem volna, és akkor megkérdezem, hogy kinek van még esetleg hozzászólás, vagy véleménye, vagy bármivel kapcsolatban. Tessék azokat! Kicsikét bátrabban könne támadó játékot játszani a setény csapatnak, mert összevonni 8-10 embert védekezni, téleken gyors, legkisebb emberekkel, főfutó középcsatár, aki oda kerül lőni, nem passzolgatni, 4-5 léter. De nagyon szép teljesítmény, valamikor mi 62-63-ban értük el ugyanezt a szintet. Amikor nagy járásot és főkerültünk a megyei, vagy a járási másodosztály, mert akkor első osztály volt. Még a Rebellioncsi ideig, nem tudom, ki emlékszik el. Az volt az első, 63-62-63. De az ifjére akarnák szólni, hogy a fiatalosság nem ilyen foglalkozik. Nincs benne a tűz, nincs benne a lelkesedés. Nem rossz képességű csapat, az ifjúságnak valahogyan nincsenek összehasonlítva. Nincs megmagyarázva. Aki elment például Lécce, az megmagyarázzák neki mit kell, hogyan csinálni, és kérem szépen, egyik a legjobb a 2-3-asban Csettében, Lécce-ben, az ifjúságban. És itt meg azt mondták, nem, azért az érdekes dolog, nem? El kellene gondolkodni a vezetésnek, hogy milyen különbözők. Nem a nagy csapatot mondom, az ifjúság. Köszönöm még egyszer a csapatnak, a nagy csapatnak, meg az ifjúságnak is a hozzáállás. Ez a vezetőségnek, polgármesteri hivatalnak, az edzőnek, az összes szakosztály vezetőknek. Csak ennyit szeretném mondani. Köszönjük szépen a hozzászólást. Ha nincs, akkor felkérném Albert Mihály polgármesterület az érvek átadására. Részeim fogom szólítani a játékosokat, illetve a vezetőket, akik érembe részesülnek. Tessék, létszeres. Igen. Bősze János. Csizmaria Sándor. Dr. Kovács Ferenc. Mert az a volt,
Peters. Németországban dolgozni tart egy két hónapig kint van. Valga Visán. Varga Sándor. Versenyi Balázs. Újtárs János. Kerner János. Csizmaria Mihály. Varga Zoltán. Müller Károly. És Nagy Pál. Köszönöm szépen polgármesternek a közleműködési érem átadásba, és átadnám a szót polgármester úrnak, néhány gondolatot szeretne hozzám szólni. Én megköszönöm a szót, és tisztelettel üdvözöllek benneteket itt minden megjelentet, így a horvátnél is megtisztelettel üdvözlöm köreinkben, úgy a játékosokat, a fiatalokat, a csetényeket, a vidékieket, akik öregvittik itt csetény hírnevét, mint a vezetőket is. Látom azért, hogy páran hiányoznak az egész csapatból, de különböző okok miatt biztos nem tudtak részt venni. Hozzájuk is át fog jutni a hír annál is inkább, mert úgy gondolom, hogy ez a második hely, ez egy szép eredmény ebben az osztályban, és ezért a falu is látni fogja két alkalommal ezt a kis ünnepséget, megemlékezést azért, hogy tudjanak rólatok azok is, akik nem igazán sportszeretők, vagy sportrajongók, vagy nem vesznek részt a mérkőzéseken. Én magam sem tartozom azok közé, akik igazán sokat részt vesznek a futballmeccseken, néha meg szoktam egyet-egyet nézni. Nem mindig voltam teljesen elégedett, de az volt a pekkem, azt is elmondám, hogy általában olyankor vettem részt, amikor nem mentek nektek olyan jól, ahogy szerettétek volna. Például az őszi zirci meccs. Meg egy már. De attól függetlenül, hogy én is az önkormányzat és a magam nevében is gratulálok, és azért is gratulálok, mert úgy, ahogy a horvát is utalt rá, nem mindegy, hogy egy másodosztályban egy második helyzés csetény elér, és főleg azért van ennek jelentősége, hogy ha a környékben megnézzük, vagy megnézitek, már nagyon sok község nem tud fenntartani futballcsapatot, részbe az önkormányzatoknak a hozzáállása vagy elszegényedése miatt, részbe azért, mert nincs a fiatalokban olyan kohézió, olyan összetartás, nincs olyan vezetői gárda, aki hatalmas energiát befektetve, hogy egybe tartaná, összekovácsolná a csapatot, és a sok szervezési munkát a működés során biztosítaná úgy szervezésileg, mint anyagilag, meg egyéb feltételrendszert figyelembe véve. Tehát én úgy gondolom, hogy ameddig csetény tudja úgy a játékosokkal, az emberi anyaggal, valamint az anyagi helyzetével fönntartani megfelelő infrastruktúra szükséglettel, tehát értelmezett a focipálya megfelelő szinten tartását, az öltöző kérdését, tehát a kiszolgálólétesítményeket, úgy érzem, hogy addig erre szükség is van, és azért is nagyon lényeges ez, mert most tényleg nem szégyen az, hogy egy Veszprém áll az első helyen, sőt ez egy felkiáltó jel, aztán csetény, és igazából a másik felkiáltó jel meg az, hogy valahogy egyenes arányba áll az, hogy az önkormányzatunknak a boldogulás anyagi helyzete és a ti sportteljesítményetek, ha a térséget vagy az osztályt veszem figyelembe. Tehát a csetény önkormányzata eléggé megpróbálja
anyagilag is támogatni a csapatot. Igaz, hogy nincs az a sok, aminek ne lenne helye, vagy áll nem fogyna, vagy ne kellene esetleg bizonyos helyekre több, de azért mindig azokat a dolgokat, amik komolyak, ha a vezetőitek megkerestek bennünket, megoldjuk. Tehát úgy érzem, hogy a képviselőtestet nagyon sportbarát, még nem beszélve arról, hogy a Varga úr még képviselő is, aki az elnöki teendőket idáig ellátta, sőt még papíron most is az. De függetlenül attól, hogyha esetleg lemond is erre a tisztségről, én úgy érzem, hogy ennek a vezetésnek, aki marad, van olyan ambíciója, aktivitása, és még egyszer én is megköszönöm a Horvátnénak a hozzáállását, segítségét és instrukcióit ebbe a kérdésbe, hogy a jövőben tényleg jó magatartása, jó hozzáállása, összetartással egybe kéne tartani ezt a csapatot, akik itt vagytok, már öröm nézni a fiatal arcokat, akik esetleg a jövő tehetségei is lehetnek ilyen szinteken. De még akkor egy mondatot engedjetek meg, hogy azzal is valójában, amire szintén a Horvátné is utalt meg a Pottyán Károly is, hogy én nekem valahogy az a meglátásom, hogy sokkal jobb egy gyöngébb osztályba az élen járni és sikereket elérni, mint egy magasabb osztályba killódni, félni, megijedni, küszködni és kiesni. Szóval én is most úgy érzem, hogy tehát ebbe az osztályba erősödjetek meg, és pontosan visszautalva arra is már a szurkolók, ha mellesztek egy felsőbb osztályba, így előre belültök és ott végig vereséget szenvedtek, akkor a szurkolótából is nem értékeli olyan arányba azt, hogy hát ez egy felsőbb osztály, hanem kiábrándultnak tűnik, és felétek se lesz olyan mértékű a biztatása, meg a hozzáállása. Tehát én azt mondom, hogy ebbe erősödjetek meg jól, legyen jól, kovácsolódjon össze egy öntudatos küzdő csapat, és már jó vezetőkkel, és akkor, ha tényleg arra érett ez a csetényi futballcsapat, hogy egy osztálya feljebb lépjen, és hát össze is jön minden területen a megyei vezetés, meg az MLSZ, meg mindenki részéről, akkor az önkormányzat is megpróbál bizonyban mindent annak érdemben megtenni, hogy Csátlénynek a hírneve még nagyobb legyen a sport, a futball területén is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a polgármester hozzászólását, és megkérdezném, hogy van esetleg valakinek még hozzászólása. Amennyiben nincs, akkor megköszönném mindenkinek a itt egy részvételét. Ezzel a hivatalos része befejeződött a díjkiosztónknak. A következő, illetve a soron következő vacsorához kint lesz megterítve, azt kint fogjuk elfogyasztani, és a kötelező, a hivatalos forma ezzel véget. Get out of here.